Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Kaposmenti társulás, faluszépítés és a családsegítő központ bővítése is szóba került az idei első ülésen. Életveszély, minden negyedik halálos balesetben közrejátszik, hogy nincs becsatolva a biztonsági öv. Még a disznóoltető szerkezetét is lelopta két férfi, börtönbe mehetnek a tolvajok. Egyre kevesebb a bogár és a méh, egy tanulmány szerint akár ki is halhatnak a rovarok 100 éven belül. A Tolnatej Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A LEADER pályázatok aktuális helyzete és a segítőkéz alapszolgáltató intézmény tavalyi éves beszámolója is napirenden voltak a Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulási Tanács éves első ülésén. Pintér Szilárd, a társulás elnöke kiemelte, a tavalyi évet sikerrel zárták, folytatják tovább a közös célok elérésének szellemében a munkát 2019-ben is. Attalán tartotta meg a Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulási Tanács rendes éves első ülését. Pintér Szilárd, a társulás elnöke elmondta, a tavalyi feladat alapú finanszírozás megoldotta azokat a kihívásokat, amik elé a társulás állt, az önkormányzatoknak a tagdíjon felül más hozzájárulást nem kellett fizetni a közös kasszába. 2019 éves költségvetést most tárgyatok épp az imént, ebből adódóan nyilván a 2019 is előzetesen nagyon jónak ígérkezik. Önkormányzati tagsággal egyeztetve, viszont azt gondoltuk, hogy az idén egy nagyon pici áldozatot hozunk, és minden település néhány pár százezer forinttal hozzájárul az intézményünk működéséhez, ezáltal egyfővel tudjuk bővíteni a családsegítő szolgálatot, és azt gondoljuk, hogy ennek a szakmai kihívásnak eleget kell, hogy tudjunk tenni, és nyilván ez a kevéske hozzájárulás megteremti ennek a fedezetét. Jelenleg zajlik a faluszépítés LEADER módra pályázatok beérkezett hiánypótlások feldolgozása. Több mint 380 millió forint LEADER forrás áll jelenleg rendelkezésre. A 116 pályázatból faluszépítésre, rendezvénybonyolításra és kisértékű gazdaságfejlesztésre is adtak be támogatói kérelmet a társulás önkormányzatai. A helyi bíráló bizottsági döntés márciusra várható. 12%-kal kevesebb beteg fordult orvoshoz influenza-szerű tünetekkel február 4-e és 10-e között, mint az azt megelőző héten, áll a Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb jelentésében. A legtöbb beteg a 3 és 5 éves kisgyerekek és a 6 és 14 évesek közül került ki. Tolna megyében is csökkent a betegek száma, azonban arányuk még most is a legmagasabb az ország többi megyéjéhez képest. Minden negyedik halálos közlekedési balesetre igaz, hogy az áldozatok nem csatolták be a biztonsági övüket, pedig az apró mozdulat életet menthet. Tavaly 8-an haltak meg, mert nem voltak bekötve. Befejelte a szélvédőt és a helyszínen meghalt a sofőr. Az internetre töltötte fel valaki ezt a videót néhány napja. A felvétel Szombathelyen egy halálos baleset utáni helyszíneléskor készült. Tolna megyében ugyanúgy, mint az ország más részein is gyakoriak az olyan halálos balesetek, amik jó eséllyel elkerülhetőek lennének, ha az autókban ülők bekötnék magukat. 2018-ban összesen 20 halálos kimenetelű közlekedési baleset történt Tolna megye útjain, melyekből 5 olyan eset volt, amikor a biztonsági övet az elhunyt személyek nem használtak. Ezekben a balesetekben 8-an haltak meg. Kameránk előtt bírságoltak meg a rendőrök néhány napja egy autót Szekszárdon, mert nem volt bekötve. Hiába kerül súlyos 10 000-ekbe, ha valaki nem használja a biztonsági övet, a rendőröknek mégis sokat kell emiatt intézkedniük. Aki lakott területen belül nem használja az övét, az 10 000 forintos közigazgatási bírságra számíthat, illetve 3 büntetőpontra a járművezetők esetében. Aki lakott területen kívül nem használja az övét, az 15 000 forint közigazgatási bírság megfizetésére kötelezhető, aki pedig autópályán teszi mindezt, az 20 000 forintos közigazgatási bírságra számíthat. A biztonsági öv használata egyébként nem csak az előülők számára kötelező. Ha az autóban hátul is van ilyen eszköz, akkor azt is kötelező bekapcsolni, ha azon az ülésen utazik valaki. Péntektől 2 forinttal 349 forintra nő a benzinára, még a gázolaja szintén 2 forinttal 387 forintra emelkedik. A MOL idén már másodszor emelte az üzemanyagok árát.
Egy hatalmas disznóhol szinte teljes tető szerkezetét lelopta két férfi. A tető elemei fémből épültek, ezért azokat egy mohácsi mélytelepen adták le, de egyszer bontás közben lebuktak, így elfogták őket. A bíróság most hirdetett ítéletet az ügyükben. Azóta is tető nélkül áll a hatalmas disznóhol várdom közelében. A két férfi 2007-ben lopta el a fém tető szerkezetét. Egy héten keresztül naponta kimentek a sertéstelepre, hogy kisebb részletekben szedjék le a tetőt. Egyszer egyikőjük családjával közösen indultak el lebontani a 46 méter hosszú épület fém tetőszerkezetének még megmaradt részét. Az egyik ilyen alkalomkor, amikor a tetőszerkezetet próbálták elvinni, akkor a gépjárműben várakozott az egyik vádlott élettársa, illetve kiskorú gyermekei is, akik végignézték, ahogy az élettárs vádlott éppen a tetőt bontja. Szinte az egész tetőt összesen közel 340 négyzetméternyi fémet bontottak le az épületről, amikor a szomszédos szánton dolgozó traktoros észrevette őket. Ő értesítette a telephely vezetőt, aki egyből hívta a rendőröket. A bíró most az ítélethozatalkor figyelembe vette, hogy egy mohácsi fémtelepen később megtalálták az eladott tető elemeit, és azt is, hogy a két férfi korábban már többször is volt büntetve. A szekszárdi járásbíróság a vádlottat 1 év 10 hónap börtönbüntetésre ítélte, és a közügyek gyakorlásától 3 évi eltiltásra ítélte. Azért csak az egyik tolvajt ítélték el, mert a társa azóta már Hollandiában ül börtönben. A szekszárdi bíróság ezért a kiadására vár. A másik férfi ítélete jogerőre emelkedett. Miként mi is hirtattunk róla, a burgonya, a friss zöldség, a gyümölcs több mint 5 évvel került többe, mint 1 évvel korábban. A krumpli kilónkénti ára a szupermarketek polcain akár 300-400 forintot is elérheti. Ennek egyik oka, hogy Nyugat-Európa nagy burgonya termesztő vidékein tavaly kedvezőtlen volt az időjárás. A hűvös csapadékos időt kedvelő növény termelését 20%-kal vetette vissza az aszály, ez pedig felverte az árakat, és nagyon visszaesett idehaza a termőterület nagysága is. A 60-as évekhez képest tized annyi krumplit termel az ország, így aztán egyre inkább függ a behozataltól és annak árától az itt megvásárolható krumpli. Kihalás felé tartanak a rovarok, ami a világ ökoszisztémáinak összeomlását eredményezheti, derül ki egy most publikált friss kutatásból. A tanulmány szerint a rovarfajok 40%-ának csökken az egyedszáma, és 8-szor gyorsabban pusztulnak, mint az emlősök, a madarak és a hüllők. Vörös Géza növényvédelmi szakember szerint ez rövid időn belül nem következik be, ha azonban mégis különösen a méhek eltűnése okozhat gondot. Annyira sokan vannak, hogy most már azt mondom, hogy tényleg nem fogunk velük bírni. Elárasztották a poloskák a lakásokat tavaly ősszel. Rengetegen, különösen a mezőgazdaságban panaszkodtak a kicsi zöld vagy éppen barna bűzös rovarokra. De más kártevőkkel, például a levéltetővel vagy éppen a krumplibogárral is küzdöttek tavaly a termelők, mondja Vörös Géza, növényvédelmi szakember. Olyan helyeken, ahol intenzív mezőgazdálkodás folyik, ott a növényvédelem is a rovarirtással vagy a rovarok gyérítésével biztos, hogy néhány rovarfaj vagy esetleg nemzetség vagy család egyedeit csökkenti. Na most ugye nekünk a kártevők ellen védekezni kell, mert hogyha nem védekezünk, akkor nem eszünk. Tehát itt a tápláléklánc csúcsán az ember áll. Egy frissen közölt tanulmány szerint többek között az intenzív mezőgazdasági tevékenység, kivált kép a rovarirtók használata, az urbanizáció és a klímaváltozás az oka annak, hogy 100 éven belül kihalhatnak a rovarok, olyan gyorsan csökken a számuk. Vörös Géza azonban nem hiszi, hogy ez bekövetkezne, és azt sem gondolja, hogy a jelenlegi rovarirtószerek okoznák ezt. Inkább a járványokról van tudomásunk a naprakészség szintjén. Az, hogy mi lesz 100 év múlva, meg 50 év múlva, azok hipotézisek, azt bizonyítani még senki nem tudta. Vannak olyan jelenségek, vagy olyan trendek, ami arra utal, hogy bizony veszélyben lehetnek egyes rovarfajok. A tanulmány szerint 8-szor gyorsabban pusztulnak a rovarok, mint az emlősök, a madarak és a hüllők, és évente 2,5%-kal csökken a rovarok ösztömege. Különösen nagy arányban csökken a bogarak és a méhek száma az adatok szerint. Ha viszont a méhecske nem poroz be számos növényfajt, azok termesztése nehezebbé válik, ami a teljes agráripart tönkreteheti.
Megkezdődött a farsangi szezon Bátaszéken is, ezúttal a Morzsú Egyesület tartotta meg zenés jelmezbálját. A szervezet csaknem 10 éve jött létre, fő céljaként egyfajta közösségi térként szolgálva azoknak a kisgyermekeknek, akik még nem érték el az óvodához szükséges életkort, és szüleiknek, akik egy kis társaságra, kikapcsolódásra vágynak. Emellett nagy hangsúlyt fektetnek a kicsik megfelelő szakemberekkel történő játékos képesség fejlesztésére és a szülők tudatos nevelésében való segítségnyújtására is. Tehát a gyógytornász ezt látja, tudja és tud tanácsot adni. A gyógypedagógus pedig nagyszerű prezentációt is, tehát elméleti anyagot is készít a szülőknek, amit itt közösen bemutat, megnézünk és tanulunk belőle. Igazán különleges kiállítás nyílt meg a Tolnai Kulturális Központban. A jelenleg futballjátékvezetőként és műkörömépítőként is dolgozó Bárdos Gutpintér Edit portréit, festményeit lehet a galérián megtekinteni. A 4 gyerekes édesanyja elsősorban portrékat fest, gyakran saját gyermekei a múzsái. A festő autodidakta módon kezdett el alkotni 2013-as Tolnára költözését követően, és általában szeret új kihívás után nézni. Az alkotó nem csak faros lemezre, vászonra és akvarell papírra fest, hanem tortára is, miután összefogott buzás Ági cukrásszal. Igazából az Ági előadta nekem ezt a vásznat, ezt az újfajta vásznat, és elkezdtem festeni. Gondoltam, hogy ezek a virágok tökéletesek lennének, tudtam, hogy ezt cukorvirágból ő is meg tudja alkotni, és ezért gondoltam, hogy ez az összkép jó lett. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Bátran vállaljanak gyerekeket, a fiataloknak üzent a kormány a nagycsaládosok szerint. Nem létező kukoricát adtak el, több éves börtönt is kaphatnak az elkövetők. Bűntérkép, több somogyi kis településen egyáltalán nem történt bűncselekmény tavaly. Korábban az elszegényedéssel volt egyenlő, ha valaki több gyermeket vállalt, most azt üzeni a kormány a fiataloknak, megszülethetnek a vágyott gyermekek is, mondja a Pécsi Nagycsaládos Egyesület elnöke. Herbert Gábor a 7 pontos családvédelem tervere reagált, azt mondta, a lakhatásban, a mindennapi élet szervezésében segítenek ezek az elképzelések, így már bátran álmodozhatnak a fiatalok arról, hogy nagy családot alapítanak. Ahány nagy család van, annyiféle vágy van, akinek például a nagyméretű családi autó beszerzése gond, mondja a Pécsi Nagycsaládos Egyesület elnöke. Példaként említi saját esetüket, amikor egy 4 gyermekes családnak adták el autójukat. A legnagyobb meglepetés akkor ért, amikor Nyíregyházáról küldtek egy képeslapot, hogy köszönik, az autó jól működik, és végre a család együtt el tudott menni, nyaralni egy autóval. Akkor kezdtem csak belegondolni, hogy igen, 4 gyerekkel nagyon nehéz úgy, hogy a család közösen menjen nyaralni, ha csak nincsenek olyan anyagi helyzetben, hogy 2 autót tudnak fenntartani. Másoknak lehet, hogy éppen a lakhatás jelent problémát, főleg ha nincs szülői támogatás. Ebben segít a csok bővítése, vagy a 10 milliós kedvezményes hitel, aminél a 3. gyermek születése után elengedik a fennmaradt tartozást. Herbert Gábor szerint komoly üzenete van a vasárnap bejelentett tervezetnek. A felmérések azt mutatják, hogy a mai fiatalok több gyereket vágynak, mint amennyi végül is megszületik, és valószínűleg a kettő között a különbséget az okozza, hogy bizonytalannak érzik a jövőt, és látni kell, hogy hosszú éveken keresztül a több gyermek vállalása az egyfajta szerény anyagi körülményt vagy elszegényedést jelentett. A kormány most azt üzeni, bátran vállalkozzanak a családok gyermekvállalással, nem az elszegényedés útjára lépnek ezzel, mondja az elnök. Mint ismert, Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédében jelentette be a 7 pontos családvédelmi tervet. Ez kedvezményes hitellel, lakáshoz jutással, autóvásárlással segíti a nagycsaládosokat. Valamint nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a legalább 4 gyermeket szülő nőknek életük végéig. Biztonságosak a Somogy megyei települések, ez derül ki a Belügyminisztérium által készített bűntérképből. A falvakban mindössze néhány bűncselekményt regisztráltak 2018-ban. A pozitív statisztika 2010 óta tart, Alsó-Bogáton, Pamukon és Beddekényen egyetlen bűncselekmény sem történt tavaly. Nágocson és Somogy megyesen is csak egyet regisztráltak. A kisvárosok statisztikája is kedvező. 1 év alatt Igalban 17, Nagybajonban 18,
18 bűntényt rögzítettek, és a nagyobb településeken is csökkent a bűnözés. Nem létező kukoricát adtak el, ezügyben most emelt vádat a szigetvári járási ügyészség jelentős kárt okozó csalás büntette miatt kell felelnie a két férfinak. Több milliós előleget vettek fel, ehhez elég volt egy termelőszövetkezet gabonatárolóját megmutatniuk a károsultnak. Nem létező kukorica eladásából akart pénzhez jutni két Szigetvár környéki férfi, akik ellen most emeltek vádat. 2016 tavaszán a szlovén sértett Magyarországon nagy mennyiségű kukoricát akart vásárolni. Közvetítőkön keresztül került kapcsolatba az 50 és a 60 éves két baranyai férfival, akik tájékoztatták a sértettet, hogy cégük jelentős 20 ezer tonna kukoricával rendelkezik. 2016 májusában egymással írásban szerződést is kötöttek. A szerződés értelmében a kukorica egy részének a vételárát vételár előleként kellett volna tulajdonképpen átutalni. A szerződést meg is kötötték, amelyben az szerepelt, hogy mintegy 500 tonnányi kukorica, amelynek a vételára mintegy 8 millió forint volt, ezt a sértett előre átutalja a vádlottaknak a számlájára. Azonban elbizonytalanodott a vevő, és valami biztosíték kért az eladóktól. Azok egy termelőszövetkezetben eleget tettek ennek. Kukoricával nem rendelkeztek, azonban megmutattak neki egy olyan terménytárolót, ahol jelentős mennyiségű termény kukorica volt betárazva, és úgy adták elő, hogy ez tulajdonképpen az ő tulajdonukat képezi, e fölött a kukorica fölött rendelkeznek. Mindezt elég biztosítéknak tartotta a sértett, majd ezt követően a vételár előleget valamivel több mint 8 millió forintot át is utalta a sértett a vádlottaknak. A tényleges vételár 27 millió forint lett volna. Az összeg átutalását követően azonban a vádlottak a kukoricát nem szállították le, az már a szerződés megkötésekor sem állt szándékukban, és arra lehetőségük sem volt. Az elkövetők cselekménye a jelentős kárt okozó csalás büntettének megállapítása alkalmas, mely bűncselekmény egy évtől 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A vádlottak egyébként már követtek el hasonló bűncselekményeket, amit várhatóan számításba vesz majd a bíróság. Az utóbbi évek legeredményesebb hazai klubjával írt alá együttműködési megállapodást a PTF PEAC birkózó szakosztálya. Az U23-as szabadfogású országos bajnoksággal egy időben dőlt el, hogy a Pécsi Egyesület és a Dorogi Nehéz Atlétikai Klub ezúttal egymás segítve folytatja a munkát. A PTF PEAC célja, hogy ismét a birkózás fellegvára lehessen Pécs. 2017. januárjában alakult újjá a PTE PEAC birkózó szakosztálya. A legkisebbektől a felnőttekig minden korosztályban vannak versenyzők az egyesületnél. A hétvégi U23-as szabadfogású országos bajnokságon nem csak a legjobb magyar birkózók, de a sportággal még csak ismerkedő fiatalok is bemutatkozhattak. Az országos bajnokság egyben kvalifikációs verseny is volt, ahol a sportolók értékes olimpiai pontokat gyűjthettek. A verseny keretein belül együttműködési megállapodás is született. Számunkra nagyon-nagyon fontos, mindahogy a verseny is formabontó, így ez a dolog is. Egy együttműködési megállapodást kötöttünk a Dorogi Nehéz Atlétikai Klubbal, egyik legjobb eredményekkel bíró utánpótlás klubról beszélünk, amin rögzítettük a feltételeket, mibe gondolkodunk együtt a későbbiekben. A birkózás, az akkor még szakosztály 1930-as megalakulása óta a mai napig a legnagyobb népszerűségnek örvend Dorogon és a környező településeken. A Dorogi Nehéz Atlétikai Klub küzdősport centrummá vált, hiszen a birkózáson kívül további 5 sportággal foglalkoznak az egyesületnél. Norbert azzal a kérdéssel fordult hozzánk, hogy kicsit mentoráljuk az itteni építkezést. Örömmel tettem neki eleget, és tettünk eleget az edző kollégáimmal. Nagyon jó úton haladnak, nagyon sok munkájuk van benne, amit most végül is egy keretben öntöttünk a mai nap, hogy egy megállapodást írtunk alá a PEAC és a Dorogi Nehéz Atlétikai Klub között. A Pécsi és a Dorogi Klub ezentúl egymást segíti, nem csak a csapatbajnokságokon, hanem az érdekképviseletben is. Sportolók érkezhetnek kölcsönbe egyik egyesülettől a másikba, valamint a továbbtanulásban is együtt dolgoznak majd. A cél, hogy a dorogi fiatalok a PEAC-on keresztül a Pécsi Tudományegyetem hallgatói lehessenek. Közös edzőtáborokat is szerveznek, ahol a fiatalokat családoknál szállásolják majd el. A küzdelmes tavalyi év után bizonytalanná vált a régió rally sprint sportja. A déli régióban 20 éves hagyománya van a versenyeknek.
2018-ban 7+1 rally sprint futamot tudtak rendezni, amelyek többsége Baranyában volt. A rally sprint a rally első lépcsője, az, ami bárki számára elérhető. A Mark déli régió és a Rally Sprint Kupa éves díjkiosztó ünnepségét tartották hétvégén, ahol bejelentették, a szövetség arról értesítette a szervezőket, hogy idén nem lesz Rally Sprint bajnokság. Küzdelmes, talán így jellemezhetném a legegyszerűbben. A 20. esztendejét teljesítettük ebben a régióban az amatőr rallinak. Balatonyi Árpival közösen, a Balatonyi Rally Team és a Marco Racing Team együttesen rendezi 20 éve, vagy rendezte 20 éven keresztül ezt a sorozatot. És a tavalyi esztendőben a szabályváltozások nem annyira annak kedveztek, hogy egyszerűbb legyen a dolgunk. Sokkal nehezebb volt, sokkal küzdelmesebb, de szerencsére azt is sikerült végigcsinálni rengeteg segítőnek köszönhetően. Viszont most újabb szabályváltozások következnek, ami ismét negatív hatással lesz erre a történetre. Reméljük, hogy a szabályokatok, akik ezt megalkották, beigazolódik az ő elképzelésük, és valóban ez majd egy hullámvölgy után egy emelkedő pályára áll. Jelen pillanatban sajnos pesszimistán látjuk ennek a jövőjét. Szeretnénk tenni érte, amit lehet. És végül nézzük, miről szólt a híradó. Kaposmenti Társulás, Faluszépítés és a Családsegítő Központ bővítése is szóba került az idei első ülésen. Életveszély, minden negyedik halálos balesetben közrejátszik, hogy nincs becsatolva a biztonsági öv. Még a disznóoltető szerkezetét is lelopta két férfi, börtönbe mehetnek a tolvajok. Egyre kevesebb a bogár és a méh, egy tanulmány szerint akár ki is halhatnak a rovarok 100 éven belül. Tolna megyében csütörtökön sok lesz a felhő, csak rövid napos időszakok lehetnek, csapadék nem várható. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, műsorainkat visszanézhetik a tolnatalj.eu oldalon, keressenek bennünket a Facebookon is, ahová képet, videót is várunk, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket, viszontlátásra!